én dr. Mező Balázs Béla. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Ünnepélyes pillanatokkal vette kezdetét Székesfehérvár megye jogú város március végi közgyűlése, letette ugyanis esküjét dr. Mező Balázs, a Jobbik önkormányzati képviselője. Tisztelt közgyűlés, a képviselőtestület létszáma 21 fő. Mint a Székesfehérvár polgármestere mondja, örömteli, hogy ismét 21 fős a testület, és teljes munkát tudnak végezni a város érdekében. Bízom benne, hogy képviselő úr is azt a munkát tudja folytatni, amely munka azt hiszem, hogy erre a közgyűlésre 2010. októberre óta jellemző, azaz, hogy az esetek többségében, ha nem is mindig, az esetek többségében a pártpolitikát sikerül a városházán kívül hagyni, és itt tényleg Székesfehérvárra dolgozik mindenki, akkor is, ha adott kérdésekben egyetértünk, akkor is, ha esetleg nem, de mindenkit az a szándék vezet, hogy a legjobb döntést tudjuk meghozni. Ebben a gondozási évben biztos, hogy nem vezetik be a székesfehérvári bölcsödékben a gondozási díjat, erről is döntött a közgyűlés. A következő gondozási év tekintetében egy javaslatot kérnek a hivatal szakembereitől arra vonatkozóan, hogy bevezessék-e a város bölcsödéiben a gondozási díjat. Dr. Cserpalkovics András szerint ebben a kérdésben fontos mérlegelni a szociális igazságosság szempontjait. Szerintem ezt érdemes mérlegelni, de elsősorban nem a politikának, hanem elsősorban a szakmának. A szakma tegye le a javaslatot, és utána majd a közgyűlés el fogja dönteni, hogy ezzel a javaslattal egyetért, vagy nem ért egyet. Ez a következő hónapokban fog eldőlni, de még egyszer ezt a gondozási évet, amiben vagyunk, így március vége fele, ezt semmilyen formában és senki részéről nem érinti ez a kérdés. Egy közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételről is határozott a március végi közgyűlés. A Közép-Dunántúli regionális operatív program pályázatán 95%-os támogatást lehet elnyerni. Forgalmi épület fejlesztésre, zöld hullámot biztosító forgalomirányítási rendszer kialakítására, valamint elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetésére.